Mert általában ugye a temetés, meg a gyászbeszédek azok úgy mindig hát nagyon rövid ideig érvényűek, nem örök érvényűek, mert akkor ugye megtörtént arra az alkalomra. Csak éppen ez volt az érdekes, hogy az ő beszéde az nem egy nekrológ volt. Ő elmesélte tulajdonképpen az ő megismerkedésük történetét, hogy valaki helyett valaki eltörte a lábát, vagy nem tudom mit csinált, és akkor kerestek egy szereplőt, és akkor ő lépett be helyette. Tehát tulajdonképpen, és akkor, amikor én ezt láttam az első napokban rögtön, amikor az Interszem a YouTube-ra fölkerült, hát ilyet még nem is hallottam, hogy temetésen egy gyászbeszédet megtapsoltam. Az nekem olyan furcsa volt, nem mondom, hát ilyet én még nem hallottam. De közben olyan ugye az ő egész övrjükhöz olyan hű maradt ez a szertartás. Szóval igen, hát az életnek ugye ez a végül is a törvényes rendje, hogy megöregszünk és elmegyünk. És ezt tök olyan méltósággal, kicsit talán még azt is elszemettem, hogy az ő egész beszéd egy picit, mint a kívülről szemlélte volna önmagát, meg önmagukat. Úgyhogy hát örülök, és hogyha ezt ilyen sokan látogatják, és ilyen sokan nézik meg valóban, akkor hát akkor jó volt, hogy megcsináltuk. Való igaz, ugye tegnap került föl a videó maga, és hogyha jól tudom, már ilyen 10 000 nézettség környékén jár, úgyhogy tényleg teli találat volt. Bár megmondom őszintén, én is egy kicsit először aggodalmaskodtam, amikor megtudtam, hogy ez elkészült, hogy gyászbeszédről szinkront készíteni, de igen, való igaz, ez nem egy klasszikus értelemben egy gyászbeszéd volt, hanem tényleg egy megható történet. Ugye a találkozásuk helyszíne, illetve amikor ugye Terence Hill megtudta a gyászhírt, akkor is ugyanezen a helyszínen. Ah, igen. Nagyon megható volt a történet. És az igazság, én láttam ugye eredeti verzióban felirattal is, és az ön hangján is megszólalva egészen más élményt nyújtott, úgyhogy ezúton is köszönjük a társadalom nevébe, hogy ezt elkészítették nekünk. A fogadtatás is nagyon jó, éppen olvastam a kommenteket, és mindenki meghatódva köszönni ezt az áldozatos munkát. Igen, hát milyen jó.